Szeretettel köszöntöm vendégeinket a műcsarnokban, a Szervácius Jenő Díjasok kiállításának megnyitóján. Tisztettel köszöntöm Rihli Gábort, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát, Szervácius Klárát, a Szervácius Alapítvány elnökét, a kiállítás kurátorát, Fülei Balázs, zongoraművészt, Kardos Mária és Sipos Mihály népzenészt, a kiállítás megnyitó művészeket. Kis Jánost, az akadémia alelnökét. Igen. Köszönetet szeretnék mondani a kiállítás kurátorasszisztensének, Markovics Évának, valamint a tárlat létrehozásán dolgozó belső és külső munkatársainknak, maguknak, a művészeknek, akik velünk tudnak most lenni. Hogy értelmezni tudjuk, hogy milyen nagy eseményen vagyunk, kicsit visszamennék az időben Erdélybe. A Helikon és az erdélyi szépmíves cég történetéből a cég 1924-1944 közt keletkezett leveles ládájából Maros Ildikó válogatta, a kötetből Kóst Károly idézem. Ha a művészek hozzánk fordulnak, feltétlenül kell az ügyükkel foglalkozni. A magyar kultúra itt képzőművészet nélkül nem képzelhető el. Ha már mi megtaláltuk az egyesülés formáját, kötelességünk elősegíteni a festőket is abban, hogy egyesülhessenek. Érdemes esetleg kiválasztani akár találomra 7-8 aktort, és velük együtt együttes kiállítást tervezni. Megkezdődhetne az a kiválasztási folyamat, amely a képzőművészet megszervezésének feltétele. Idézet vége. Kós Károly a képzőművészek kívánalmait terjesztette elő a marosvécsi Helikon találkozón 1929. augusztusában. A szervációs ösztöndíjak odaítélése és kiállításaik ma is éppen ezt a célt szolgálták és szolgálják. Most itt, a magyar képzőművészetnek szentelt műcsarnokban is. Újra köszönet érte Szervácius Klárának. Köszönöm a figyelmet. Nem igaz, hogy a korszerűnek kikiáltott igénytelenség valóban korszerű. És azoknak sincs igazuk, akik a nem ragyogást próbálják hitelesíteni. Szécsi Margit költőnő szavaival kívánok jó estét, és köszöntök sok szeretettel mindenkit. Mindenkit, de elsősorban a művészeket, akiknek ünneplésére szerveződött ez a kiállítás. Hálás köszönettel emlékezem és emlékeztetek a magyar képzőművészet ikertornyaira, Szervácius Jenőre és Szervácius Tiborra, akik nélkül most nem lennénk itt. Róluk és a kiállító művészekről részleteket a katalógusból, amelyet a Szervácius Alapítvány ajándékként hozott, ha nem kapták meg befelé jövet, kifelé ne felejtsék el elkérni, valamint a Szervácius Alapítvány honlapján és YouTube csatornáján kapnak majd. Nagy szeretettel köszöntöm a kiállító művészeket a Kárpát-medence minden tájáról, és a hozzátartozójukat is, akik itt vannak a 15 művész közül, hiszen öten sajnos már az égi művészi csapatot erősítik. Árkosi István, grafikus és festőművész, Petrás Mária, kerámikus és üvegművész, Bocskai Vince, erdélyi szobrászművész, Petrás Alina, kerámikus művész, Matt Péter, szobrászművész Kárpátaljáról,
Itt van Györfi Lajos püspökladányról, szobrászművész, valahol itt van. És itt kell lennie Rieger Tibor szobrászművésznek is, akit szintén ugyanolyan nagy szeretettel köszöntünk. Köszönöm, hogy hűségesek vagytok a művészethez, a nemzethez, a szűkebb pátriákhoz. Hogy vállaljátok népünk sorsát, és hogy világító lámpásként adtok útmutatást az elszakított területek magyarságának. Útmutatást, erőt és örömöt. Én ezzel a kiállítással szeretnék nektek örömöt szerezni, hiszen régen megérdemeltétek már. Szeretettel köszöntöm Kis János, világhírű balettművészt, az MMA alelnökét, és köszönöm minden bátorító segítségét és védnökségét. Amint, hogy Kövér Lászlónak és Veres László kabinetfőnöknek is köszönöm a sokféle támogatást. Köszönöm a műcsarnok dolgozóinak a segítséget, elsősorban Markovics Évának, Kondor Szilágyi Máriának, Bán Ildikónak, de mindenkinek, aki közreműködött technikailag, hogy létrejöjjön ez a tárlat. Előre veszem a hálaadást, hogy majd a végén az ihletett művészethez méltó himnikus szólamokkal zárjuk a megnyitót. A 20. század elején, megunván az akadémikus kötöttségeket, előírásokat, kísérletbe fogtak a művészek. Az avantgárd vagy modernista jelzőkkel illetett törekvések friss szellőket vittek az állott levegőjű szalonokba. Ma már alig hisszük el, hogy a múlt század előn nagy vihart kavart törekvéseknek az ajándéka, például az impresszionista Renoir, a mi Csontvárink, a szürrealista Chagall csodálatos művei. De ennek köszönhető többek között a nemzeti avantgárdnak is nevezhető Szervácius Tibor szobrászata. A kísérletezés a II. Világháború után az évtizedekben új irányt vett, mondhatnám, Gellert kapott. Az elhajlott számtalan izmus rombolóvá vált. A kísérletet a direktíva váltotta fel. Lassan lebontotta a mesterségbeli tudást, az ihlet, a képzelet, a fantázia, idea helyét, a mohó galériások utasítása váltotta fel. És a nonfiguratívnak nevezettek többsége a sötét, pusztító, mammonhívő materialisták szolgálja lett. Miközben igyekezett minden más művészeti ágat és irányzatot kiszorítani. Amint ez a politikai életben is megnyilvánult akkor, s megnyilvánul ma is. Így értünk el oda, amikor üres vásznakat akasztanak a falra, legfeljebb egy-két odavetett ecsetvonással. És a média szerint olyan művészek vannak korunkban, akik $1 millió képeket festenek. Nos, barátaim, itt kell felkiáltanunk, mesztelen a császár. Ez már nem a szent művészet. És át kell lépnünk az ásító unalmon, amely megtölti évtizedek óta a kiállító termeket. A művészet mindig az embert, a humánumot szolgálta. Az utóbbi időben azonban úgy látom, elfordult ettől, és valósággal felkészít az erőszakra, a háborúra, mondta Szervácius Tibor egy interjújában. Az ő arcpoetikájával folytatom. Ha magyarnak születtem,
a művészetet is anyanyelvemen kell beszélnem. A kísérletezés nem elég. Puszta formát létrehozni nem elég. Azt tartom alkotásnak, ha a művész egy világot teremt magának, s ahhoz megfelelő formát. Ha az akaratát rá tudja kényszeríteni az anyagra, ha az anyag a művész akaratát, hitét, erkölcsét magába foglalja, és örök időkig sugározza. Nos, a Nobel-díjas nagy indiai költő Rabindranath Tagore így vélekedik a művészetről. Ihlet nélkül hiába rajzolunk, festünk, zenélünk. Csak a külső formát ragadjuk meg, azt utánozzuk értelem nélkül. Ha az egér oroszlánnak képzeli magát, legfeljebb nevetségessé válik. Ha az ember Istennek, megaláztatik majd. Ám az ihletett művész ezt sok ezer szírmú lótusz virágja érintetlenül ragyog, és felfelé törekszik a mindenhatóhoz. Az a jó kiállítás, jó hangverseny, amelyről erősebb lélekkel, örömmel teli szívvel távozik a néző, abban a hitben, hogy az élet mégiscsak szép, s a boldogságnak millió lehetősége van, a káosz pedig mindig elcsendesedik az isteni világrend szerint. Remélem, ez a tárlat megadja majd az örömöt és a hitet, hogy a káosz egyrészt a tárlat falain kívül rekedt, másrészt remélhetőleg a falakon kívül is lassan harmóniává szelidül. És most zárásként fogadják három rétegű himnuszunkat a művészethez, az ihletett művészethez, a kiállítás lelkének megidézéseként. Mert ki tudná jobban megmutatni, milyen az ihletett igazi művészet, mint egy másik művészeti ág képviselői. Itt az autentikus magyar népzene, Sipos Mihály, Kardos Mária, a klasszikus zene, a zongoránál Fülei Balázs zongoraművész, és az ősi szufi keleti bölcselet, misztikus bölcselet, Germánus Gyula fordításában. Együttesen, felfűzve egy fonálra, mutatja be nektek, önöknek, milyen és miért való a művészet. Kérem, amikor az utolsó hangja is elhangzik a zongorának, csak akkor, és persze, ha tetszik, akkor tapsoljanak. Utána pedig már legyen a szó a műveké, mert ezekhez nem kell sok beszéd, maguk beszélnek. Csak nyitott szív kell, és jó kérdést tegyenek fel nekik. Thank you.
van keblünkben egy szent vágy fölfelé, hogy egy tisztábbnak, különbnek, végtelennek, hálából önként hódoljunk meg, és ott keressük titkát a nagy végtelennek. E vágy, vagy ha úgy akarjuk, a szerelem alkot mindent a világon. Isten szerelmes vágyódásában teremtette a mindenséget, a porból. A művész az alaktalan anyagból, agyagból, a szerelem ihletével, a szerelem gyötrelmével alkotja műveit. Az anyag, a látható matéria állandóan változik. A porból virág, állat, ember egyformán keletkezik, és egyformán múlik el. A szerelem azonban örök. A szerelem az egyetlen valóság. A valóság nem az anyag, hanem a fantázia, a képzelet, az ihlet, az álom. Álomból teremti a zenész, a táncos, a csodálatos dallamokat és formákat, amelyek újongásra és sírásra késztetnek. A festő a piszkos festékekből olyan képet alkot, amelyben benne van az ég mosolya, a tó ragyogása, az éj titokzatossága és a tündöklő napsugár. A mindenséget átható szerelem ragyog felénk a képekről. A szobrász a durva anyagból, agyagból élő alakot farag, gyúr. De nem az anyag él benne, hanem a végtelen fantázia, amely a lélek maga. Ugyanabból az anyagból akár korsó tűz helyett formálhatott volna, de a művész szerelmes ihlete az örök formában teremtett életet. Az ideák világa az örök valóság. A szerelem illatozik a virágban, víz hangzik a bogarak zümmögésében, a hold sugarán halk muzsikát penget, és múlandó testünkben megajándékoz az örök léttel. Keressük a szerelmet a szellő fuvallatában. Az éjszaka csillagaiban, a tengerben, a lankás hegyoldalokban, az erdőkben, a végtelen rónákban. És meg fogjuk találni Istent. Mert Isten él a szerelemben. Ő a mi szerelmünk minden szépben és jóban. A vele való egyesülés mámorában van az örök élet. Karjainkat tárjuk ki az ég felé, hogy imádjuk a mindenható szerelmet, amely betölti a világot. Thank you.
Erei Balázs, Sipos Mihály, Kardos Mária, Szervációs Klára.